Több mint 13 ezer látogatót fogadtak az idei múzeumok éjszakáján, a Szent István Király Múzeumban. Székesfehérvár kiemelt helyszíne volt az eseménynek, emellett pedig a nagy érdeklődés köszönhető annak is, hogy az egyedülálló, az ókori Kína kincsei a Jáde császárok kora című kiállítás köré szervezték itt a programokat. Itt a Bartók Béla téren a csóképtár előtt szintén nagyszabású kínai tradicionális programokat felvonultató eseményeket tartottunk, amely nagyban hozzájárult ehhez a kiemelkedő számhoz. Ugye Székesfehérvár idén kiemelt helyszínként szerepelt az országos programban, és az első sorban a Jáde császárok kora kiállításnak volt köszönhető, és természetesen e köré szerveztük a kiemelt programokat is. A tárlat különlegessége, hogy a kínai múzeum a most Magyarországra hozott tárgylistájában szerepel egy igazi szenzációnak számító teljes halotti jádepáncél is, amelyre sokan voltak kíváncsiak. A múzeum igazgatója éppen ezért sajtótájékoztató keretében bejelentette, hogy meghosszabbítja a kiállítás látogatási idejét. A legkiemeltebb leletanyaga, ha lehet így fogalmazni, az egy több mint 1000 darabból álló, jáde labból álló páncél, tulajdonképpen egy halotti páncél, melyet aranyszálakkal kötöttek össze, csak a legkiválóbb, legnagyobb uralkodók kaphatták meg Kína története során. Maga a kiállítás különlegessége még, hogy Kínából egyszerre csak egy ilyen jáde páncél hagyhatja el az országot, tehát ez azt jelenti, hogy most itt van az az egy Székesfehérváron. Az ókori Kína kincseit egészen június 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők a múzeum nyitvatartási idejében.